Sziasztok, Ádám vagyok, és a MIO-nak a Combo 5107 LM típusú GPS-ét, illetve a menetrögzítő készülékét fogom most berakni a kocsiba, illetve láthatjátok majd, hogy hogyan is működik ez a készülék. Aztán korábban kicsomagoltam, néhány infót elmondtam róla, ez egy 5 hüvelykes navigáció, térképszoftverrel, magyar nyelvvel, illetve a hátoldalán egy menetrögzítő kamerával, amivel vezetés közben lehet majd látni azt, hogy mit, illetve lehet rögzíteni azt, amit tulajdonképpen mi is látunk. Ez esetleg baleseteknél jöhet igazán jól. Ha kinyitom a dobozt, itt van benne a navigációnk, illetve kapunk egy részon szivargyújtós adapterünk, ami azért eléggé hasznos. Itt egy bölcsünk a felszereléshez, a másik része a felszereléshez van. Töltőkábelünk, ahogy látom, még ez is a felszereléshez szükségeltetik, illetve egy gyűrűkorongunk. Van egy 8 gigás SanDisk memóriakártyánk, ami elsősorban azért kell, mert a menetrögzítő részét így tudjuk beaplikálni, illetve kapunk szoftvert és különböző leírásokat is. Nézzük meg magát a MIO-t, itt látható az 5 hüvelykes kijelző, hátoldala sima, egyszerű fekete, ide került egy hangszóró. Ezen kívül van egy kameránk, amely elég rendesen ki is emelkedik a készülék házból. Ez, ha jól tudom, halszemoptikás, de majd ezt külön még megnézzük. Van hátul egy reset gombunk, oldalra került egy mini USB töltéshez, adatátvitelhez, van egy microSD-nk, erre mehet a térkép szoftver esetleg, vagy más multimédiás tartom, illetve van egy jack csatlakozónk is. Felül pedig kapunk egy második microSD slotot, ez a menetrögzítő funkciójához kell, hiszen erre rögzít a kamera, bekapcsoló és képernyőzáró gomb, és hát tulajdonképpen ennyi, amit kapunk. Meg is próbálom itt összeszerelni a navigációt, belepattintottam a kis bölcsőjébe, illetve ahogy látom, és karra is felszereljük. Valahogy így néz ez ki, és erre tudom én rá akasztani utána magát a navigációt, ugye meglátjuk, hogy hogyan. Ahogy látom, ezt így itt így sikerült is. Ebben a bölcsőben találunk még egy ceruzát is, egy stylust, amivel használhatjuk nyilván itt az érzékelés javítása érdekében, hiszen ez egy rezisztív kijelzős cucc. És megpróbálom feltapasztani a szélvédőre a navigációt. Mindjárt kitalálom, hogy hogyan, hiszen ez egy tapadó korongos. És most sikerült, innentől kezdve már áll is a helyén a navigációnk, annyi dolgunk van igazából még, hogy belőjük, hogy hogyan helyezkedjen el, hogy mi lássuk pontosan. Itt be is kapcsoltam, látszik is egészen jól, rezisztív a érintőpanelje, illetve egy TN panelről beszélhetünk, tehát nem annyira jók a betekintési szögei, viszont itt úgy gondolom, hogy navigációnak ez elegendő. Erre a ceruzára majd lehet még szükség lesz a pontos érzékelési érdekében. Összességében némileg rezeg, ez köszönhető igazából itt ennek a középső tartónak a hosszúsága miatt, ennek a nyaknak, viszont ennek eléggé stabilan áll, nem akar leesni, nem akar letörni így érzésre. Azért, hogy be is tudjam mutatni, bepattintom a szivargyújtót is, mintha élesben használnánk, és így az akkumulátorunk is töltődni fog egy kicsit, valamint közben a készüléket is tudom használni, mert egyébként szerintem csontra le van merülve. Itt egyébként láthatunk egy kis visszajelző ledet is.
igen, hát a kijelző érzékelése nem tökéletes, ha megkeresem ezt a ceruzát, ez jó szolgálatot fog szerintem majd még tenni. Picit rá közelítek, a navigációra is így ebből többet láthatunk majd. Miután bekapcsoltam a navigációt, ezt a felületet kapom. Ugye van egy kereső részünk, van egy térképünk, saját helyek, beállítások, kamera, illetve hogyha lentebb megyek, itt még felfedezés, tervezett útvonal, szimuláció, rögzítés, beállíthatunk otthonpontot, illetve a közelben lévő dolgokat is. Nézzük meg előbb magát a térképet. Ugye ez egy teljes Európa térképpel rendelkezik, rögtön be is lőtte a pozíciónkat a GPS igazából azonnal, és itt lehet bolyongani esetleg, hogyha szeretnénk, az utakat viszonylag jól jelöli. Ugye megnézem, hogy hogy megyek innen vissza. A hajgy oldalra söprő mozdulattal lehet térkép opciókat beállítani. És itt visszamegyek a menübe. Itt a keresésre, hogyha rámegyek elsőnek, lehet kulcs szó szerint címre, városra, koordinátákra, irányítószámra is keresni akár. Például nézzük meg az irányítószám, az hogy működik, beütöm, hogy 4227 mondjuk, vagy 24 legyen. És ezen belül lehet utcát keresni. Ha már kiválasztottam mondjuk egy betűt, akkor utána felajánlja azokat az utca neveket, amelyek elérhetőek ezzel a betűvel. Legyen mondjuk itt az utolsó, az északi sor. Megjelenik helyek közel a cím is. Majd ez, hogyha kér még egy házszámot, az legyen most mondjuk 2, de lehet akár az utca közepe is. El lehet menteni ezt a címet, vagy lehet rögtön indulást is. Amint látható, 4 kilométerre van a cím, ami nagyjából 8 perc, legalábbis most ennyit kalkulál számunkra. A többi információra rámegyek, megnézzük, hogy mit ír ki, megmutatja a térképen az elhelyezkedését, és hát nagyjából ennyi, ahogy látom, nem. Ha nyomok egy indulást, akkor nem kívánom az úti naplóba rögzíteni, de lehetne ilyet is. Rögtön jelzi is, hogy milyen útvonalon lehet elérkezni, például... Amint hallatszott, egy női hang mondta is, hogy 90 métert követően jobbra kell fordulni, és így lehet majd eljutni. Itt látható, ahogy végig zölden jelzi a útvonalat, amelyen mennünk kell majd végig. Természetesen lehet nagyítani, kicsinyíteni a térképen esetleg, hogyha többet szeretnénk látni. Ez főleg azért jó, hogyha átlátnánk a teljes útvonalat, akkor így sokkal jobb egy fokkal. Ha megpróbálok visszaállni, ahogy látom ilyenkor navigációnál, felül, hogyha rákattintok, akkor újra elmondja, hogy mikor lesz a következő változásunk. Lehet pontot hozzáadni, tehát hogyha ők szeretnék közbe ejteni még valamilyen címet. Akkor egyszerűen kiválasztjuk itt is előbb a települést, utána pedig a utcát és a házszámot. Itt például egy kicsit arrébb lévő település, megnézzük, hogy ezt hogy fogja változtatni az út irányt. Nem adjuk hozzá az útvonal tervezőhöz, nincs rá szükség. És nézzük meg, hogy mi változott. Úgy látom, egyelőre még nem adta hozzá, mondjuk ez így érdekes. Hogyha visszamegyek még közben a menübe,
amit itt a jobb felső sarokban tudok megtenni. Akkor a beállításokon belül megnézzük, miket tudunk beállítani. Van az audio elsősorban. Itt a koppintás hang, ami beállítható. És hát, ahogy látom, ennyi. Nem, bocsánat, a hangerő állítható. Egyrészt valamint kikapcsolható a koppintás hangerő is. A képernyő beállításokat tekintve van nappali fényerő, illetve éjszakai fényerő, ez külön beállítható. Biztonság opción belül vezetői fáradtságriasztás, sebességkorlátjelzés, gyorshajtásra figyelmeztetés, itt plusz 5 km az alapértelmezett, amit rászámol még a megengedett sebességkorlátra, de lehet plusz 10 km-t is, vagy lehet automatikus is, akár ha még visszamegyek, nem ennyire. Itt van irányítási opciók, ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen, mi alapján határozzák az útvonalat, tehát lehet a leggyorsabb, gazdaságosabb, legegyszerűbb, legrövidebb. Elkerülések, bővített útvonalak, útvonaltípusokat, és akár látnivalók jelzését is be lehet állítani. Ez nyilván túrázás esetén érdekes elsősorban. Térkép nézetnél is van opció, például hogy 3D-s legyen a térkép, vagy 2D-s, ezt mondjuk most átállítom 2D-re, illetve a térkép színárnyalatát is lehet állítani. Itt látható, hogy többféle szín opciónk van, amit be tudunk állítani esetlegesen. Ezen kívül igazán van azért elég sok opció, amit beállíthatunk. Ezt most nem viszem végig mindet. Ezen kívül érdekesség a kamera funkció, ami itt rögtön el is indul egy rögzítés, ahogy elindítom ezt a felvételt, és itt már a kamera képét rögzíti. Ez, ahogy mondtam, elsősorban esetleg baleseteknél lehet érdekes, ami olyan bizonyítékként felül megjelenik az idő, pontosan éppen dél van, illetve különböző beállításokat is kapunk hozzá. Van autó megvilágítás, az ugye a lencse körül lévő testben van kis infravörös megvilágítás, valamint leformázható akár a kártya is innen. Visszamegyek, lezárható ez a felület. Leállítható a felvétel, amit most megtettem, így pillanatnyilag nem rögzít, illetve vissza is lehet akár nézni a videót természetesen korábbról, ami hát jelen pillanatban ugye elég esemény gazdagnak nem nevezhető, hiszen állunk az autóval, de majd bemutatom azt is, hogy hogy néz ki. Nagyjából ez volna tehát a Mio Combo 5107 elem egy teljes Európa térképpel és DVR-rel. A videó mellett lesz még egy másik videónk is, ahol menet közben a menetrögzítőt fogom még bemutatni majd nektek. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n, sziasztok!